Tehát ami most következik, az a legirritálóbb tévés arcok 10-es listája. Íme itt a 10. A 10. helyre egy kevéssé irritáló tévés arcot raktunk, kifejezetten azért, hogy felvezessük ezt a listát, tehát méltó módon vezessük fel ezt a listát, nem lehet mindjárt bekezdeni, mert mindenki agyvérzést kap a rádiókészülékek mellett. Ezért aztán nálunk Farkasházi Teddy a 10. Elsősorban azért, mert hogy ő ebben az országban a kultúra, a könnyed kultúrának, a szórakoztatásnak. Tehát miről a színvonal beszélsz, a szórakoztatásnak. A humor apostola, ne hülyéskedj. A pápája. Hát ő a, de tényleg, ő a humor nagyágyúja. Abszolút. Kimaradhatatlan a heti hetesből, amelynek egyébként a felhozatala, tehát pusztán abban a tekintetben, hogy vicces emberek látogatják, azért meglehetősen erős. Most a meglehetősen hangsúlyozva. Igen. Hát igen, de most Farkasházi Teddynek ott bérelt helye van. Na most én egy valamit nem értek, hogy egy ennyire humortalan, sótlan ember, mint Farkasházi Teddy. Mert Farkasházi Teddyről sok mindent el lehet mondani. Tehát el lehet mondani róla, hogy nagyon komoly tárgyi tudása van, tehát nagyon komoly lexikális tudása van, főleg a dualizmus és az úri Magyarország éveiből így olyan mennyiséget tud, hogy az valami elképesztő, az úri középosztály különböző, nem tudom, melyik bárónő, melyik nem tudom, lovász fiúval volt együtt, tehát ezekből aztán tökéletes, meg lóverseny, meg foci, tehát hogy ezekből, de tényleg. Tehát meg egyébként úgy általában széles látóköre van a fickónak, tehát azt így el lehet mondani. De hogy ő rátenyerelt gyakorlatilag erre, hogy a humor, a magyar humor, a magyar könnyed szórakoztatásnak, ő az apostola. Hát de inkább hogy valaki... beletenyerelt, mint rátenyerelt, mert hogy köze nincsen, tehát tényleg halál. De te hallottál már Farkasházi Teddytől egy poént, tehát egy olyat, hogy így röhögtél volna? De hogy előfordult az, hogy így Farkasházi Teddy így mosolyt csalt volna az arcodra, vagy így azt, nem azt érezted volna, hogy hát olyan, hogy mondjam, de viszont kézcsokot se váltott ki belőlem, ahogy hát kiváltott már egyszer hajósból. Hajósból, bizony. Mesélj csak ezt a sztorit. Hát konkrétan nézem a heti hetest, és hát Farkasházi Teddynek a rovására hajósokat poénkodott, ami hát ugyebár nem nehéz dolog, Farkasházi Teddy rovására poénkodni, hát ezt több ízben elkövették már. Csak hát hajós akkor még egy új arc volt, egy friss hús volt a heti hetesben, és hát elsütött egy-két poént, ami Farkasházi Teddynek nem esett jól, és ez látszott is Teddyn, és hajós az meg folyton exkluzált, hogy jaj, hát Teddy, jaj, hát nem úgy gondoltam, stb. Tehát azért az újabb meg újabb labdákat, hát a hajós az én szememben egy hihetetlenül szellemes és nagyon-nagyon-nagyon alkalmas ember erre, hogy képernyős arc legyen. Tehát én szerintem a hajós az egy nem beszélve azokról a műsorokról, amikben égette magát, tehát ilyen Benne leszek a tévében, meg ilyen borzalmas műsorokról. A hajós önmagában szerintem egy roppant jó adottságokkal rendelkező média személyiség, vagy média személyiség lehetne. Fogalmazzunk így. Na, nagyon jók az adottságai. És hát nem tudja ezeket a poénokat, és hát megvan az a jó tulajdonsága, hogy az ilyen nagyon magas labdákat egyszerűen nem tudja nem leütni. És hát kénytelen volt úgy fent, amikor jöttek az újabb és újabb magas labdák, és valamikor Teddy arról beszélt, hogy hát a múltkor is be kellett mennem a tévébe, úgyhogy bementem, de nem az, amiről te beszélsz, az a baj, mondta Teddy. Nem ez a baj. Mondom, mi a baj. A múltkor is meghívtak a tévébe, úgyhogy mentem a tévébe, mert hívtak. És akkor itt érezte hajós, hogy ezt nem lehet nem leütni. Tehát ez a legmagasabb labda, hogy meséli Teddy, hogy hívtak a tévébe, és mondja erre hajós, hogy na, ez a baj. És hát röhögés, tehát mindenki röhögött. És hát Teddy látszott, hogy így fölhúzta az orrát, tehát így látszott Teddy, hogy nagyon rosszul esett. És ami hajós... a humorpápájától kicsit furcsa viselkedés. Igen. És hajós is érezte, hogy most túllőtt a célon, és a reakciója erre az volt, hogy így odafordult Teddyhez, fogta a kezét, és megcsókolta. Kezet csókolt Teddynek. Tehát Teddy konkrétan az a keresztapa, akinek kezet csókolnak élő egyenes adásban, és erről a sajtó nem írt. Tehát itt senki sehol. Na ez a bulvár arisztokrácia. Komolyan. Tehát azért érzed, hogy melyik lovagrendben nem rúghatsz bele. És amikor áthágod ezeket az íratlan szabályokat, akkor azonnal rájössz, hogy óriási hibát követtél el, és ezt már csak egy kézcsokkal lehet visszavonni. De körülbelül mennyire nevetséges ez a társaság, tehát hogy mennyire az önirónia fogalmával életükben nem találkoztak. Tehát hogy tényleg ez a hajbókulás egymás előtt, ez valami jó, egészen gyönyörű. Az én számomra szörnyű. Tehát így belegondolni szörnyű abba, hogy egy felnőtt ember, tehát tényleg egy felnőtt férfi megcsókolja a másik felnőtt férfi kezét, mert ez kell ahhoz, hogy ő neki megnyugodjon a lelke. Ijesztő, ha belegondolsz. Te csókoltál már kezed bárkinek? Nem. Number 9.
kilencedik helyezett listánkon Havas Henrik tanár úr. Havas tanár úr azért került a... Hát, még egy hetes. Egyrészt azért került a listára, már nem hetes, ő már. Már nem, ex-hetes. Ex-hetes, igen. A tanár úr azért került fel a listánkra, mert hát nem kicsit irritáló figura, azt azért, abban azért egyezünk meg, és azért csak kilencedik egyébként, mert az én szememben Havasnak van egy nagyon-nagyon-nagyon komoly enyhítő körülménye, vagy akár felmentése arra, amit csinál, hogy nagyon máshogy irritál, mint más. És ez ma a médiában már nem kevés. Tehát... Lehet, hogy ez a felmentő körülmény ez a bíróságot is fogja érdekelni abban az ügyben, hogy, hogy miért is szedett tandíjat az államilag támogatott képzés mellé. Jó, minden esetre a tanár úrról azt el lehet mondani, hogy nagyon más. Tehát ő egy szín volt a médiában, és ez nem kevés, ezt azért tudjuk. Ebben a jelenlegi médiában mindenki azzal irítál, hogy jó pofi. De mindenki jó pofi. Mindenki jó pofi módon idegesítő. Tehát mindenki ráragad a cipőm talpára, és nem tudom levakarni róla. De tényleg, neked nem ez a benyomásod? De. Tehát tanár úr nem. Tanár úr a maga részéről arrogáns, idegesítő, nagyképű, mindent jobban tud. Tehát fölhalmozta mindazokat a tulajdonságokat, amely tulajdonságokkal a magyar média nagykönyvében szereplő premisszák jegyében nem lehet valaki sikeres. Tehát, hogyha a nagykönyvet kinyitod és elolvasod, hogy mi kell a magyar médiában a sikerességhez, a Havas tanár úr mindenben az ellenkezőjét csinálja. Így van, például promotált ő már homoszexuális listát, ugye? Tehát, hogy a homofóbiáját a listát, hogy így minden. Tehát így szembe megy a tolerancia kampánnyal, szembe megy az elemi szimpátiának az alapvető szabályaival, arrogáns, kivagyi, lenéző, és mivel ő az egyetlen. Tehát, hogyha mindenki ilyen lenne, Havas tanár úr elmehetne haza. De mivel ő az egyetlen, aki ezt merészeli, ezért Havas tanár úr elfoglalta a média arrogánsnak a pozícióját, és ő ebben a pozícióban, hogy mondjam, uralkodik, él és uralkodik örökké. Azért a kilencedik hely az jár neki a magunk részéről. A nyolcadik helyezett. Listánkon 8. Szulák Andrea. Hogy valaki, aki ennyire alkalmatlan, de tényleg, de ennyire, és főműsoridős, médiasztár, de nem csak, hogy médiasztár, sztárműsorvezető, ő a szórakoztató arca a TV2-nek. Megkattanok ettől az osztályfőnöknő attitűdtől, amit ő képes nyújtani ezek alatt a játékok alatt. Jaj, hát rosszak vagytok, fiúk, és közben ez a bazsajgás, ez az egész annyira szánalmas, hogy egy ilyen bugyuta játékban színészkednek különböző pojátszára a megszólalásig hasonlító média személyiségek, és ezek között ez a tanárnő, mint az udvar tartásába csillog-villog. Én ettől valami egészen zsigeri módon ki vagyok. Na jó, de még egy ilyen játékvezető, na jó, hagyján. Mert ő akkor... Jó, a beszélgetés újjáról. Ha valaki játékvezető, az tényleg ne legyen már egy olyan, nem tudom, egy gigantikus figura, érted, hogy így eluralja az egész műsort, a saját egyéniségei ráömöljön a műsorra. Az oké. De van neki egy saját show műsora. Tehát van egy Szulák show. Szulák Andrea show. Tehát, hogy ha valaki, tehát tényleg, hogyha nekem föltennék, tehát most föltennénk a kérdést, hogy ki alkalmatlan arra, hogy showman legyen, hát szerintem a helyes válasz Szulák Andrea. Tehát, hogyha valaki tök szellemtelen, sótlan, érdektelen valaki, de tényleg, és hihetetlenül karizmátlan, tehát senki, egyáltalán nem érdekel a véleménye, akármiről se, de tényleg. Tehát ő ez a joviális kérdező, és tényleg, és... Salgótarjánból Pestig fölvezettetek úgy, hogy a Trabantban négyen ültetek, vagy hatan? Hát ez hihetetlen. Tehát, hogy erre alkalmas Szulák Andrea, de tényleg. A hetedik te magad légy. Listánkon 7. Győzike. Bevallom őszintén, hogy én nem raktam volna ilyen előkelő helyre a listánkon Győzikét, mert engem Győzike személy szerint ennyire nem irritál. Engem az irritál, mert Győzike egy hétköznapi proli. Semmi különös, de tényleg semmi különösebben irritáló nincs benne. Olyan, mint a oly sok minden már. Csomó italboltba be lehet menni Budapesten, meg vidéken, és csomó ilyen Győzikét találsz. Hát az idegesítő az, ami ezt a Győzikét körülveszi. Tehát, hogy ő neki a tipikussága, meg az átlagossága, meg a hétköznapisága tette őt ilyen különlegessé, meg hőssé. Tehát, hogy a nulla teljesítménynek ő az ikonja, ő az idolja.
Én azt látom, hogy a Győzike show bizonyította be azt, hogy csak a média csinál valakiből valamit, nagyon sok ember számára, a média viszont bárkiből bármit képes csinálni, és ez az a karakter, ez az a szellemi folyamat, vagy ez az a processzus, az az, ami számomra Győzikét erre a posztra helyezi. Egyébként én se vagyok annyira kitőle, egyébként szerintem van egy karaktere, és ez a fajta karizmatikusság, akár csinált, akár nem, akár rájátszott, akár nem, ez azért mégiscsak legalább elismerésre méltó. Jön a hatodik. Anetka. Egyébként Anetka kapcsán a Robi az óvást akart emelni, hogy Anetka nem is irritáló, pedig Anetka rémesen irritáló. Anetka buta, Anetka ízléstelen, erkölcstelen. Csak a visünk Anetka. Meg a repülget a holdban, meg megőrülök. De az Anetka az tényleg, de nem a múlt. Meg az Anetkának a médiaiskolája, meg az Anetka birodalom, meg az, amit az Anetka meg tud jeleníteni. Anetka az űrben. Amellett, hogy egyébként óriási trash movie élmény. Tehát azt azért senki nem tagadja, hogy mindenki már volt olyan házi buliban, ahol Anetka volt a főszereplő a tévé előtt, és senki nem hitte el. Mindenki kért rá még egy sört, hogy ilyen tényleg létezik. De meg kell említenünk. Ő az irritálásnak az egyik abszolút apostolnője. Ha már nem veszt a szüze. Anetka az, aki... Jó, nem veszt a szüze. Hát az nem. Anetka, ő a média Zambó Jimmy-e. De emlékszünk, hogy Zambó Jimmy hogy lett a király. Őt a nép választotta királynak, nem a média. Tehát őt nem a nemesség, tehát pont mint Mátyás király. Tehát őt nem az arisztokraták, hanem a köznemesség, tehát a közrend. És ez a szép benne. Tehát, hogy őt a nép emelte, a vállán emelte a nép olyan magasra. Hát emlékszünk Zambó Jimmyre, hogy ő a média ellen lett király. Tehát őt a média, az összes kereskedelmi rádió, szinte a haláláig az összes kereskedelmi tévé, hát valami fél évvel a halála előtt kezdték el a kereskedelmi tévék mutatni Jimmyt. Tehát ő a kereskedelmi médiumok ellen teljes szembeszélben volt a legjobb, a leggyorsabb, a legnagyobb. Én egyébként személy szerint nem bírom elviselni, hogyha a számait kell hallgatnom, de ez egy tök másik kérdés. Tehát felejtjük el a szubjektumot, lássuk be, hogy Zambó Jimmy valami olyasmit tett le, ami példátlan. Na most Anetkával pontosan ugyanaz a helyzet. Anetkának pár évvel ezelőtt az RTL Klub ajánlatot tett, konkrétan szerződést kínált. Nincs ebben az országban senki, aki azt a szerződést ne írta volna alá. Főleg, aki olyan szinten exhibicionista, mint Anetka. És Anetka azt mondta, hogy nem. Így az RTL Klubnak. Így a maga részéről. Azt mondta, hogy nem. Ő nem adja fel a függetlenségét. Hát most gondoljunk bele, Anetka az most ilyen reggeli műsorokat vezethetne, és ott jópofizhatna, és nem lenne szabad melltartóban lennie például, és nem lehetne olyan idegesítő, irritáló, mint amilyen. Börtangában nem a melltartó. Hol volt Anetka melltartó? Ne ügyeskedj már. Jó, szóval teljesen mindegy. Anetka nem domestifikálható. Anetka egy vadállat. Tehát egy ragadozó. Egy szexuális ragadozó történetesen, de autonóm. Tehát megvan a saját, hogy mondjam, szerintem eléggé primitív világa, de azon belül ő tök autonóm, és szerintem ez nem kis dolog. Tehát Igen, csak ne az értelemnek a vékony jegén választották volna őt királynő. De nem szakadt végbe alatta. Dehogy nem. Szóval Anetka néztem a Budapest TV-t, és láttam benne Anetkának egy műsorát, ami arról szólt, hogy bement valami panelházba, és így egyenként becsöngetett minden lakásba. De nem azzal csöngetett be, hogy mi a véleménye a bokros csomagról, vagy a új egyensúly csomagról, nem azzal csöngetett be, hogy mi a véleménye a globális felmelegedés, vagy hogy fölvetett volna bármit. Önnek tetszenek a melleim? Vagy levenné rólam szívesen a tangát? Vagy tehát így bármit, tehát így bármilyen felvetés, hanem így becsöngetett, és így olyan volt, mint egy ilyen rettenetes szocióriport, amihez nincsen, tehát így nem készült fel rá. Tehát még egy ilyen szocióriportra se, hanem így be. Anetka vagyok, bemehetek? Ezzel kezdte. Akkor így persze jöjjön Anetka, akkor így Anetka bement a konyhába, ilyen rohadt szegényes volt minden természetesen, és akkor így, hát hányan vannak, jól vannak? Hát itt a kis unoka is. Tehát, hogy így ez ebben a stílusban. És ez volt a tévéműsor, amit Anetka celebrálta számunkra. Tehát, és így együtt élnek? Ön mivel foglalkozik? Tehát, hogy
ez volt a műsor. Tehát most ez kit érdekel, de most komolyan, tehát hogy így valamit... Ellentétben avval a műsorral, ahol Anetkának melyik nő ismerőse, vagy rokona... Kiszállt Tünde? Nem, aki elvesztette a szüzességét TV műsorban. Ja, de hát nem a rokona volt Anetkának, hanem ott volt egy kiválasztó show. Ja, kiválasztó, elnézést, akkor itt kérek elnézést. És a szilveszterkor, na jó, de ez is zseniális, hát egy csomóan nézték, hát tudja, hogy elvitte csomó nézőt az RTL klubról meg a TV2-ről. Hát az volt a sztori, hogy a háttérben ott smároltak, meg fogdosták egymást, és az előtérben meg Anetka Csalazsuzsával beszélgetett, és így vezette a szilveszteri műsort. Anetka érzi, hogy ő nem tud Benny Hill-sókat megvásárolni, hogy a szilveszterkor megmutassa, viszont van egy nő, akit így felfuttatott 2 hónapon keresztül, és de ráadásul állítólag a szilveszteri műsorban megjött a csávónak a felesége. Tehát így bejött annak a csávónak, aki végül ott döntötte hátul a valóságsónőt, ugye? Uh-huh. Hátul ott kamatyoltak, miközben valami, mit tudom én, valami ledér függönnyel függönyözve, és előtérben ott Csalazsuzsával ott partiztak a Netkáék, és megjött a feleség, és akkor inflagranti, ami egyébként simán el tudom képzelni, meg feltételezem is a Netkáról, hogy meg volt szervezve. Tehát, hogy ez ilyen, ez egy jó kis botrány szilveszterre mindenki. Ez egy kvázi reality volt. Igen, mindenki ezt szeretné látni, de tök mindegy, Anetka a maga szegényes barkács módszereivel ezt szállítja, és nem feküdt be az RTL klub alá, és ez már valami, és nem kevés. A pozíció az 5-ös. Az 5. helyezett a mostanában legkorrektebb, legpontosabb, legigényesebb újságíró, Friderikus Sándor. Jaj, Sándor, a jó Sándor. Olyan sokan elfelejtjük már, hogy milyen arc is volt Sándor régen. Milyen arc volt Sándor a 90-es években, amikor körülbelül úgy viselkedett állandóan, mint egy rossz gyerek. De az a fajta rossz gyerek, amelyik így a békának így letépi a lábát, és így röhög, aztán előveszi az öngyújtót, meg a dezodort. Tehát, de nem, így állandóan így viselkedett. Tehát, hogy így mindenkit szivatott gyakorlatilag, de az ilyen legártatlanabbakat, meg legvédtelenebbeket, mert természetesen az ő sztárbarátjai, tehát az ilyen Antonio Banderas, az ő személyes jó barátja, vagy nem tudom én, az, volt neki egy csomó ilyen nemzetközi barátja, de az ilyen Banderas volt az egyetlen, aki ilyen, nem tudom én, B-s sztár volt, tehát a többi az ilyen C-s és D-s sztárok voltak, mit tudom én, ki volt Stallone-nak a felesége, mit tudom én, Bridget Nielsen, vagy kicsoda, tehát hogy ilyen barátai voltak Friderikusnak, tehát őket sose szivatta, hát nem, hát ők az ő személyes jó barátai voltak, de amikor mondjuk találkozott egy cigányprímással, az simán kiküldte a nyugati pályaudvarra, hogy ott bazseváljon egy rendőrnek, és akkor közben be volt mikrofonozva a füle, és ő adta az utasításokat, hogy menjen utána, hegedüljön neki, és akkor azon röhögött ott a rossz fej barátaival, ez volt a Meglepően Nyomorúságos című show műsor, nem tudom, hogy emlékszel még erre. És ott a haverjaival röhögtek ott Xaverrel, meg nem tudom, Lőrincen Lászlóval, hogy megveri, nem veri, rendőr. Tehát, hogy így ez volt körülbelül a műsornak a színvonala, meg ez volt az erkölcsi attitűdje Friderikusznak. Akkor talán emlékszünk arra, amikor tolókocsiban érkezett Friderikus, és felpattant belőle. Tehát, hogy hát ilyen húzásai voltak Friderikusznak. Tehát, hát ahhoz képest most ez a rendkívül BBC stílus, amit mostanában így felvett, tehát hogy így ő is előadja azt, amit a médiában már oly sokan, például Frey Tamás, akinek a hitelessége egyszer már úgy megkérdőjeleződött, hogy az már nem kérdőjel volt, hanem egy felkiáltó jel volt. Mégpedig a hiteltelenségének a felkiáltó jele, és leginkább egy pont kellett volna, hogy legyen. Sőt, egy The End felirat és egy stáblista. Ehhez képest váltott csatornát, hát egy éven keresztül utazgatott, majd visszajött, és újra ő a megmutatom a világot. Tehát arc a médiában. Tehát, hogy újra, meg újra bebizonyosodik, és Friderikus is ezt bizonyítja, hogy a régi stílust egy új stílussal bármikor fel lehet váltani, az emberek nem emlékeznek. Tehát nem tudják, hogy ez most kicsoda. Tehát elhiszik róla, hogy ő a mértékadó, pontos, kiegyensúlyozott újságírónak a mintapéldánya, az az ember, aki korábban, nem tudom én, mindenkit lealázott, akivel szembe találkozott, és aki védtelen volt. És miután meg lealázta, hát ez volt a leggusztustalanabb, hogy így megalázta, röhögött rajta, majd pedig hozzávágott egy ilyen, nem tudom, Neckermann utazást. Nesze, itt van, megveszlek kilóra. És akkor a végén fogja be a pofáját is. Hát abszolút a média arrogancia és beképzeltségnek a mintapéldánya ő. Egyébként pedig a hitelesség az szerintem valami egészen távol áll tőle. Hát emlékszünk még az ő üzenetrögzítőjére, ami... Oh, na jó, de amikor az Lendvait minősíti, nem az üzenet. Amikor ő a rádióelnöki posztra pályázott, és az úgy kezdődött, hogy kedves Sándor, nagyon-nagyon örülnék, hogyha. Nagyon-nagyon támogatnánk, hogyha.
Szóval ő a kiegyensúlyozottság apostol. Jó az a lentvait, jó az a lentvait minősíti, az az. Jó, jó, de minden esetre azt azért látjuk, hogy Friderikusz kikhez áll egy hajszálnyival, de tényleg csak egy hangyányival közelebb. Majdnem dobogón. Ez a negyedik. Negyedik helyezett Schobert Norbi. Oh. Az egészséges McDonald's, ez a lényeg. Igen, igen. Minden országnak kell egy fitness fasiszta. Nekünk is van, és erre büszkék vagyunk, ő Norbi. Önmagában ez az egészséges McDonald's, ami egyébként most ment tönkre, a Moszkva téren volt az egészséges McDonald's, ahol például olyannal hirdette Norbi a kajáját, hogy hamburger egyenlő alma. Igen. Tehát nem így leírva, hogy hamburger, tehát így mutatott egy nagy-nagy zaftos hamburgert, egy egyenlőségjelet és egy zöld almát. Tehát ezt akarta közölni velünk. Annyira pontos, annyira, és olyan hihető ez a világ. De igazából az kellett volna, hogy turmix egyenlő karcsúderék. És akkor éreztem volna az igazi vonzerőt. Egyébként valljuk már be, hogy mennyit kajáltunk. De nem. Füstölt csülök pékni, egyenlő dugás. Ez a leginkább leegyszerűsítő dolog. Tehát, hogy ezt így együtt árulom nektek. Minden esetre talán még emlékeztek arra, hogy a drága Norbi az annak idején azért nem volt ez a joviális figura, ez a kedves megmentő. De tényleg ő az, aki az úszóövet dobja a hájakra. Tehát ugye ez a mentővet a zsírtengerben, ő kihúz téged a karcsúság és fittségnek a hajójára, a mentőkompjára. Igen, én mindig egy révernek láttam, aki megpróbál engem frusztrálni, tehát bekapcsoltam a tévét, és ott ugrált valami lépcsőre, és folyamatosan engem akar csesztetni, hogy én nekem hogy kéne fölpattanni a székemből, és ez nekem picivel se tette jobban a napomat, és nem értettem, hogy ő miért pattog, és miért hiszi magáról azt, hogy ő ettől hihetetlen szimpatikus lesz számomra. És Batman! És azt bírom, amiket így kitalál, hogy ezzel vonzóvá tegye, de és ebből körülbelül kirajzolódik az is, hogy a társadalmat körülbelül hogy képzeli el Schobert Norbi. Hogy így mit tén, amikor ilyen széles mozdulatokat kell tenni, tehát így ki kell nyújtani a karodat így jobbra a tested mellé meg vissza, akkor ő azt üvölti, hogy és Batman! És nem tén, amikor meg így előre kell nyújtani, mintha egy ilyen pisztolyt fognál a két kezedet, akkor azt mondja, hogy és James Bond! De komolyan, és ilyenekkel próbál rávenni engem arra, hogy bóckodjak. Pedig ettől, tehát még hogyha előtte esetleg kipróbáltam volna, jó, hatalmas esetleg, de akkor esetleg, hogy itt a stúdió szétesett tőle. Ezek után, hogy James Bond meg Batman, akkor sem vagyok hajlandó. Tehát ez egészen nyilvánvaló. Azért kevesen emlékeznek, mondom, arra Schobert Norbira, aki annak idején kőkeményen szembealázott mindenkit, aki 5 kilós súlyfölösleg volt. Elmondta mindenféle zsíros, vesztesnek, meg én nem tudom, miket mondott rá, ami semmi másról nem szól, mint hogy frusztrációt, szorongást, neurózist okozzon a te számodra, mert az ő szövetségese. Hát ő volt a test Csernusa, hogyha lehet ezt így mondani. Jó, én egyébként az egész fitness wellness kultúrától úgy vagyok rosszul, ahogy vagyok, mert a... Csernus egyébként hozzáteszem, hogy csak azért nem került fel a listára, mert már kikopott. Tehát már ő a nagy megfutatta ő már a maga körét. Igen, így van. Nagy média listáról hullott ki. Szóval én azt gondolom, hogy van fit, meg van well, és tényleg lehet harmóniát találni az életben, de nem vagyok benne biztos, hogy a mazsolás, műzli és a lelki harmónia. Tehát én annyira meg vagyok készülve a lelki harmónia mániától. Tehát tényleg úgy érzem, hogy meg lehet találni megfelelő mélységgel, megfelelő ízléssel, az életminőséggel és az élet látásának a minőségével ezeket a harmóniákat, de most akkora wellness mánia lett, és úgy lett ez a fajta életbölcsesség behelyettesítve a mazsolás műzlivel, hogy az volt tényleg elkezdett. De már önmagában a wellness, az már egy válasz a fitness kimerülésére. Abszolút. Tehát először volt a fitness, ugye? És akkor ezzel szemben így mindenki, tehát hogy mindenkinek kicsorbult az élete kése, a fitness nevű, hogy is mondjam, kőkemény vajon, és hát ez nem ment. Nem tudta megkenni testének kenyerét ezzel. Úgyhogy kitalálták a wellness-t ennek útlására, vagy helyettesítésére, és a wellness lett az, és állítom, hogy az emberek többsége nem tudja, hogy mi a különbség a kettő között igazából. A wellness az, ami az új, ami a trendi, ami a modern, ami a működőképes, ami tényleg segít. Ha egymás mellé rakod Platón, Hegel, Marx és mondjuk Derrida filozófiai népszerűségét, akkor körülbelül úgy egy olyan kilométeres távolságra vannak ahhoz képest, amit a wellness, mint filozófia karrierként befutott. És akkor még nem beszéltünk az update-ről. Itt a harmadik. A harmadik helyezett Lakatté Károly. Ezt egyébként óvom, az én helyezettem Orosz József, és erre már érkezett telefonos megerősítés, de mondd el Lakattét.
Hogy miért lakatté? Hát mert nem létezik olyan nyalógép. Nemhogy az MTV-ben. Nemhogy a magyar televíziókban. Bármelyikben. Nemhogy a médiában. De a földbolygón. Ezen a planétán. Nincs még egy. Nincs még egy olyan szervilis. Nincs még egy olyan végtelenül, hogy mondjam, minden alatti ember. De tényleg, mint amilyen ő. Hát mit lehet? Tehát komolyan, ez valami döbbenetes, amit ez az ember megenged magának. És nincsen gyakorlatilag senki, akivel szemben kritikus tudna lenni. Nincsen senki, akivel szemben akár tárgyilagos tudna lenni, hanem állandóan ezeket a köröket futja. Volt a Népszabadságnak annak idején egy kampánya. A kampánynak az volt a lényege, az volt a jelmondat, hogy a tájékozottság magabiztossá tesz. Emlékszel erre? Igen, abszolút. Gondolkodtam ezen, és rájöttem arra, hogy Lakatté Károlynak az élete jelmondatát lehetne megfogalmazni ennek a szlogennek a kifordításával. Mert Lakatté Károlyt a tájékozatlanság teszi szervilissé. Tehát Lakatté Károly az, ja, arról aki... beszélsz, tehát arról beszélsz, hogy ő mivel konkrétan a gyerekkorának, illetve a sporton, mint paradigmán kívül olyan sok minden máshoz nem tud kötni semmit. Nem. Mindent először is köt ehhez a paradigmához. A és focihoz, a magyar futballhoz. De főleg a megyei magyar, igen, futballhoz. És utána megpróbálja ezt az analógiát ráerőltetni a kérdezőre, ám ha nem működik, akkor azonnal hátraartott fordít. Igen, de így ráviszi ezt az analógiát, hogy mondjuk akárkivel találkozik, politikussal, művésszel, vagy bárkivel az élet bármilyen területéről, ő hozza a Megye 2 és Reac, vagy nem tudom én valamilyen izék, kivel játszik, ha nem tudom én melyik ilyen gagyi megyei csapat, és akkor vagy a cserepadot hozza, vagy a gyúrót, vagy valami ilyesmit, és hogyha ez nem működik, akkor megfutja a köreit. Ez a csodálatos életmű, amit te letettél. Téged ez az ország hogy szeret, hogy mindenki te szeretnél lenni, és hogy milyen érzés te neked lenni, mert mindenki ilyen akar lenni, mint te. Hogy az a rengeteg szeretet, az nem csordul túl a szíved? Meg ilyeneket kérdez. Tehát tényleg, tehát, hogy ilyen ember nincs még egy, amilyen Lakatté Károly, és egyszer tényleg szeretném, hogyha Magda Barinkóval beszélgetne. Ezt éppen az András fogalmazta meg valamelyik műsorban. Szeretném látni Lakatté Károlyt, ahogy Magda Barinkóval beszélget, és akkor és milyen volt? Tehát ez a végtelen empátia, és milyen volt megölni azokat az embereket? Nehéz volt elvágni a torkukat, és milyen érzés így, és nem nagyon rossz neked ott a börtönben? Hogy érzed? A dobogó középső foka mindig a másodiké. Na még Lakatté egyébként semmi baj nincs, legalább az egyetlen egy empatikus ember ebbe a média szakmában. Én értem, hogy téged... Te ezt empatikusnak hívod? Az empatikusságra meglehetősen hasonlító dolgot csinál egyébként. De néha a szervilizmussal folyamatosan összekevered. Igen, de néha nyomaiban sem látszik. Olyan mértékben eltűnik a vendégeinek a seggében. Tehát néha tényleg... Tehát eltűnik Lakatté Károly. Jó, de emelősz egy olyan média személyiségnek, amelyik eltűnik én kifejezetten. Jó, jöjjön a második helyzet, mert ő tényleg egy nagy ágyú. A dobogó középső foka mindig a másodiké. Hát ő Csonkapici. Lehetne ő az első helyzet is. Ha nem lenne, az, akit most nem mondunk még. Igen, de hát pici mindent tud. De komolyan én csak arra a reklámra emlékszem olyan nagyon nagy szeretettel, amikor ilyen kitárt kézzel így ugrándozott valami bank, vagy nem tudom, már biztosító előtt, és ott énekelte a maga számát, és egész egyszerűen az irritálástól tényleg az összes létező libabőröm kijött. Hát mi hol kezdjük Picinél? Ding-dong, Csonkapici ding-dong, Bandi András. De melyikkel most, kezdjük? Igen, de hogy lehet Picit, mint univerzumot vajon megközelíteni? Tehát melyik bolygóhalmaznál kezdjük? Én nem tudom. Szerintem ő az, aki mindent elvállal. Tehát szerintem Csonkapici az, akinek nem adhatsz. Tehát hogyha mondjuk te vagy a televízió vezetője, nem adhatsz olyan feladatot, amire ő nemet mond. Tehát ez az eddigi összesről nem mondható el, akivel eddig beszéltünk. Tehát Schubert Norbi az biztos, hogy nem fog, nem tudom én, csülkös bableves zabálni neked pénzért. Anetka az nem ment el az RTL klubhoz. Győzike az biztos, hogy nem fog, nem tudom én, mit mondjak neked, nem fog skinheadnek öltözni. Szulák Andrea az biztos, hogy nem fogja megverni a vendégeit. Havas Herik az biztos, hogy nem lesz jó fej senkivel, meg barátságos. Farkasházi Teddy pedig nem lesz humoros. Tehát, hogy ezeket tudjuk. Tehát ezek az emberek, ezek már csak ilyenek, vannak tulajdonságaik. Most Csonkapici az szerintem a tulajdonságok nélküli ember.
Tehát ő az, aki egy gyurma. Bármit gyúrhatsz belőle. Ha te vagy a tévé vezetője, és Csonka Pici pontosan ennek köszönhetően vette át tökéletesen a jelenlegi magyar televíziózás trendjeit. Tehát, hogy ő testesíti meg a mai magyar televíziózást, mivel hogy nincsen személyisége, amelyet ehhez kéne igazítani, és amely ebből jobbra, balra, vagy föl, vagy le, vagy bármerre kilógna. Ő tökéletesen berakod a sarokba, és ott marad. Felveszi a saroknak a formáját. Jó, én nekem azt tetszik még benne a legjobb, hogy igazából a nagymamák bugyjával kommunikál folyamatosan. Tehát kicsit Aigner Szilárdra hasonlít ezen módon, hogy egy kicsit úgy megigazítja Aigner a csokornyakkendőjét, akkor érzem a nyugdíjas társadalmunknak, női tagjainak ezt a... Hát a Szilárd. De pici kapcsán érzem még ezt a... Ez a fes gyerek. Tehát ez a... Igen, ez a Schneidig fiú. Igen, de tényleg minden édesanyja ilyen gyereket szeretne. És végül a number one. Number one! A kokain herceg! Igen, ő az, ő maga. Senki jaj, más. Buci, a jó buci. A drága buci. Hol kezdjük bucival? Hát kezdjük... Elmebetegű völtözéseit. Kezdjük talán az enyhítő körülményekkel. Ezek voltak az enyhítő körülmények. Képesek vagyunk arra, hogy vádoljunk? Egyébként vannak enyhítő körülmények. Régen ő nagyon jó színész volt egyébként. Nagyon régen volt, és nagyon... És kifejezetten... Emlékszik még erre valaki? Nem. jó. Stól Buci, ő az, akinek nincsenek gátlásai. Nincsenek. Tehát ő az, aki... De hogyha vannak, akkor nagyon sok kokainnal ez azért elnyomható. Épp ezt akartam mondani, hogy a kokainnak nincsenek gátlásai. Jó, hát igen. Lehet róla még bármit is elmondani, vajon? Mit lehet elmondani? Mit lehet elmondani arról az emberről, aki teleüvöltözte a televíziót olyan stílusban, amilyen stílussal még talán soha nem találkoztunk? Hosszú generációk meggyőződésem szerint éltek le életeket anélkül, hogy azt a hisztériát, akörül, hogy mondjuk nem tudom én, az előző 10 percben beérkezett 320 SMS, mondjuk. Igen, tehát, ezt akarja közölni Stól Buci, és ezt valami olyan hisztériával, amihez képest a Hol van Damon Hill, az semmiség. Hát nem, hát az a, nem tudom, tehát az a Versailles palota tükörtermében a kis reneszánsz muzsika ahhoz képest, de tényleg. Ez volt a mi kis listánk arra vonatkozóan, hogy kik lehetnek vajon a legirritálóbb média személyiségek. Nem várjuk el értelemszerűen, hogy egyet értsetek, de hát ugyebár ez egy szubjektív lista, egy csomó mindenki kimaradt, gondolom, hogy ez a lista, ez kinézhetne máshogy is, de hát így néz ki a maga részéről. Megkérdezték Csonka Picit arról, hogy mi a véleménye arról, hogy ő második helyezett lett ezen a gyalázat listánkon. Azt mondja, engem nem a média talált ki, 15 éve megszakítás nélkül látható vagyok a televízióban. De ezzel nem azt állítja, hogy nem most talált ki, hanem 15 évvel ezelőtt talált ki? Tényleg a tévémaci is jó régen van már a televízióban. Sokkal régebben, mint Csonka. Színészként jelenleg is 4 színházban játszom, reagált Pici. Szeretnék Puzsérral 15 év múlva beszélni. Kíváncsi vagyok. Ő hol tart akkor? Hányá, most jön a kemény. Nem teszek úgy, mintha nem történt volna meg ez a rádióadás. Ez mit jelent? Az, hogy úgy fog tenni, mintha megtörtént volna. Egyébként... Ez mit jelent? Ez kicsit fenyegető, nem? Persze, figyelj. Nem teszek úgy, mintha nem történt rossz volna. Rossz fát tettél a tűzre, most melegedj a lángjánál. Hát egyébként természetesen ez nem egy kibeszélő show, tehát a holnapi adás folyamán Csonka Picivel megpróbálunk telefonos kapcsolatba kerülni, hogy így tudjunk a konfrontációnak terepet adni. Azt mondja Csonka, mindenképp szánalmas, ha valaki abból akar ismertséget kovácsolni magának, hogy másokat megaláz és megbánt. Nem megyek a Dunának emiatt, de nem tudom, milyen alapon ítélnek meg másokat. Ezzel magukat minősítik. Na, ezt úgy hívják ezt az alapot, hogy ez a véleménynyilvánítás meg a szólásnak az drága szabadsága. Az milyen alapon beszélsz? Azt a fajta... Tudod, kedves Pici, kaptam én a jó Istentől, de mások szerint édesanyám és édesapám koprodukciója által ilyen olyan szervet, amely a fogaimból áll, a számból, az ajkamból, a nyelvemből, ezt úgy hívják, hogy ez ilyen beszédközpont. Az agyamban is van. Tehát, hogy az egész így teljesen
szét van szórva a szervezetemben, egy csomó ahhoz szükséges eszköz, hogy beszéljek a számmal. Hangszálaim meg ilyenek, tudod? Na ez az én alapom, amelyről én kritizálom a te tevékenységedet. Erről az alapról beszélek. Ez az erkölcsi alap, amelyről én minősítem azt, amit te a tévéképernyőn művelsz. Tudod? Szólásszabadságnak hívják, véleménynyilvánítás szabadságának hívják. Nem kell hozzá, nem tudom én milyen operettekben szerepelni, nem tudom milyen Bon Vivant szerepeket eljátszani, kedves pici, hogy véleményem lehessen. És hát szerintem jó lenne, hogyha véget érne az a nem létező alkúny, az a nem létező fedhetetlenség, ami a média szereplőket éri. Ez a látszólagos érthetetlenség, hogy őket soha senki nem bántja, mert olyan szépek, olyan helyesek és olyan aranyosak. Néha illik ezek, illik vagy érdemes, vagy nekem bejön, hogy ezeket a lufikat néha az ember kiböködje. Egyébként nem ez volt az első eset, volt már Magyarországon irritáló személyiség szavazás, egyébként amennyire tudom, ott se ért el túlzott a rossz helyezés, Csonka, de... Jó, én egy valamit... Egyébként teszem hozzá, gyorsan szögezzük le, mi se végeznénk túl rossz helyen egy ilyen listán. Tehát én a Puzsért egyértelműen a harmadik helyzetnek tartom, egy potenciális harmadik hely abszolút jár jó, neki. Hát állítsa össze valaki más azt a listát, ahol én a harmadik vagyok. Akkorát fog szavazni rá, mint ő. De magam, tehát én is simán benne vagyok az első 10-ben szerint. Jó, de nem, hát Csonka ehhez nem szokott hozzá. Hát Csonkát a média teljesen elkényeztette. A Csonka ahhoz szokott hozzá, hogyha beszélgetnek vele, akkor az a kérdés, hogy pici, milyen mikor... szerepeket játszottál mostanában? És mikor lesz a következő fellépésed? És hogy ez a rengeteg szeretet, amivel téged körülvesznek, hát ez csodálatos, hogy ezt hogy bírod egyáltalán? Meg hogy hát ez az RTL-es munka, ez a rengeteg színházi felkérés, emellett még mivel foglalkozol? Könyvet is írsz, és hogy bírod ezt? Hát ez fantasztikus energiáid vannak, ezt honnan kapod, ez a családotól, édesanyádtól? A család az egy biztos háttér, ugye? Tehát, hogy nem, tehát, hogy és, de az a félelmetes, hogy Csonka, amikor ezeket visszautasítja, akkor ő azt képzeli, tehát az ő fejében úgy él, hogy a médiának ez a funkciója. Tehát, hogy a média az a társadalmi munkamegosztásban azt a szerepet kell, hogy eljátsza, hogy a széles közvélemény megtudja, hogy ő mikor dedikálja az új lemezét. De nem? Tehát, és amikor ő azt látja, hogy a média nem ezt a funkciót látja el, hanem mondjuk a saját szubjektív véleményét közli az adott újságíró az adott kérdésben, például Csonka pici teljesítményével kapcsolatban, ami az én szerintem a tévés teljesítménye minősíthetetlen. Tehát amikor ezzel kapcsolatos véleményét fejti ki, akkor Csonka picinak az a megélése, hogy nem a funkciójának megfelelően működik a média. Tehát a média az most valami olyasmit csinál, elárulta saját önnön szerepét. Tehát valami mintha a sinekről így kisiklott volna a vonat, és nem tér, ráhajtott volna az autópályára, vagy valami ilyesmit érez. Hiszem, olyan túlzottan kilógnánk a bulvárnak a sorából. Én hiszem, hogy valami olyan Rubikonon léptünk volna túl. Milyen Rubikonon léptünk túl? Azért, mert azt mertük mondani Csonkának, hát konkrétan az a problémája Csonkának, hogy azt mondtuk rá, hogy ő egy média gyúrma ember. Az azt jelenti, hogy a média az gyúr belőle, ami neki tetszik. Nekünk ez a véleményünk. Ez a műsor arról szól, hogy mi a véleményünket elmondjuk. És nagyon csodálkozunk azon, hogy mindenféle politikusokról elmondjuk a véleményünket, és nincs belőle ügy, de Csonka pici, na Csonka picinek nem lehet neki menni, na Csonka pici az fedhetetlen. Tehát Csonka pici jó lesz, hogyha észreveszi, hogy vannak ebben az országban olyan médiumok, amelyek nem elsősorban arra kíváncsiak, hogy ő mikor dedikálja az új lemezét. Ez van. Az pedig mi lesz jó, hogyha észrevesszük, hogy a mi kijelentéseink vannak annyira provokatívak, hogy másokat is provokálnak, és ezért néha minket jól visszaprovokálnak, de ezzel nekem de semmi ez bajom nincs. Rendjén van. Csonkának nyugodtan legyen meg a véleménye rólunk, és én azt a végtelenségig fogom tiszteletben tartani.